Itt vagyunk az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon, az Omékon. Ez a nagyon komoly rendezvény egyébként 1896-ban indult el. A magyar gazdák ide hozzák azokat a termékeiket, amelyekre a legbüszkébbek, és amelyeket be akarnak mutatni országnak és világnak. A 4 nap alatt 80 ezer látogatót várnak, és közel 600 kiállítót láthatunk. Hagyománya van az Oméknak, és a magyar gazda mindig nagyon büszke arra, amikor itt kiállíthat, hiszen egy tükröt tartunk az éppen aktuális stádium elé, hogy hol tart a magyar mezőgazdaság. Én azt gondolom, hogy az agráriumnak ez egy fellegvára. Mindenki itt van, aki számít a magyar agráriumban, illetve hát a Kárpát-medencei agráriumban. Szerintem nagyon fontos az, hogy ezeket az értékeket a fiatalok is megismerjék, az, hogy régen nagyanyáink hogyan gyúrták a kürtös kalácsot. Ugye ez most itt helyszínen nem látszik, de a kinti standon ott helyben készítjük, gyúrjuk és faszénparázs fölött sütjük a kürtös kalácsot. Gyergyó ízek termékeit hoztuk el. Mi hiszük azt, hogy nincsenek határok. Igazából mindannyian egy országból, egy nemzetből származunk, ugyanazt a nyelvet beszéljünk, ugyanúgy mosolygunk, és egymás népviseletét is felismerjük. A fiatalok számára azért jó szerintem a mezőgazdasággal foglalkozni, mert addig még az emberek nem szoknak le az evésről, addig mindig lesz munkájuk, ugyanakkor hatalmas szabadságot ad maga ez a munkakör. Továbbá elég szép dolog az, hogy az ember elültet valamit, egész év ápolja, és évvégén learat, és ebből van a bevétele. A fiatalok bekapcsolódása az agráriumban nélkülözhetetlen, és egy-egy ilyen élmény az, ami segít ahhoz, hogy a fiatalok részesei lehessenek ennek a csodának, amit mezőgazdaságnak, agráriumnak nevezünk.